nézőinket! Önök a Tolnatej televízió híradóját látják, Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Hőségriadó. Intézkedéseket vezettek be Szekszárdon. Készpénz és bankkártya. Mik az előnyök és a hátrányok? Új tolna és sportépület. Puccát csarnok alapkövét tették le. Gemenc 50. A kerékpárverseny történetét mutatta be a Szekszárdi Vosinszki Mór Múzeum kiállítása. Az extrém hőség miatt különböző intézkedéseket vezetett be Szekszárd város önkormányzata. Erről számolt be Gréci Félegyházi Gyöngyvér, a Szociális Egészségügyi Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság elnöke. A meleg miatt a belügyminisztérium vasárnapig meghosszabbította a vörös kódot is. A hőség ellen különböző módokon egyénileg is védekezhetünk, azonban ilyenkor jellemzően szervezetek és önkormányzatok is segítenek a helyieknek, így teszik ezt Szekszárdon is. Felállításra kerültek a város három pontján a párakapuk, a rendelőintézet területén, a Garai téren és a Babits művelődési ház előtti területen. A forgalmasabb helyeken vízosztással próbáljuk segíteni a járókelőket, illetve az önkormányzati területeken, parkokban, az ivóvi, parkokban, játszóterek mentén az ivókutak működnek. Egy esetleges következő hőségriadó esetén ezek az intézkedések ugyanúgy a helyiek rendelkezésére állnak majd. Azt nem szabad elfelejteni, hogy ezekben az időszakokban nagyon fontos, hogy figyeljünk önmagunkra, amennyire lehet kerüljük a kültéren tartózkodást 11 és 3 óra között kifejezetten, illetve zárt ablakok és ajtók mellett tartózkodjunk a lakásban is, hiszen a szellőztetést inkább a késő esti, illetve a kora reggeli órákban kell megtennünk. És még egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit általában az emberek nem nagyon figyelnek, és ez mondható az én gyerekeimre is, légkondicionált helységben tartózkodásnál egy 37-38 fokos kinti hőmérséklet esetén 28 foknál nem lehet lejjebb a belső hőmérséklet. Fontos a megfelelő vízfogyasztás, a krónikus, szív- és érrendszeri betegséggel küzdőknek pedig fokozottan figyelniük kell az egészségükre. Nem árt, ha beszélnek kezelőorvosukkal, házi orvosukkal, de úgy gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a családunkra, a környezetünkre is figyeljünk. Ha valakinek szüksége van segítségre, ne menjünk el mellette az utcán. Pénteken az ország egész területén jellemző volt az extrém, illetve nagyon erős UVB sugárzás is. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzenek a leégés ellen. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, amely 24 óra múlva is jól látható. Az elmúlt hónapokban a magyar politikában és közéletben is többször felmerült a készpénz és bankkártya használat kérdése. Utóbbi egyre népszerűbb, így azonban a hagyományos fizetőeszköz idővel kiszorulhat. A vélemények ebben a témában is megoszlanak. A digitális fizetés kérdése az elmúlt időben az országos politikában is teret kapott. A Mi Hazánk mozgalom képviselői az országgyűlésben például többször is arról beszéltek, hogy a készpénz használatnak alkotmányos jognak kell lennie. Orbán Viktor miniszterelnök ekkor úgy válaszolt, hogy az ügyben könnyen szót tudnak érteni. Én általában bankkártyával fizetek, hát pénzt nem hordok magammal valami oknál fogva. Aztán jó, itt tudom én. Így kényelmesebb a kártyával? Kényelmesebb az a érintés, aztán már ennyi az egész. A bankkártyás fizetés előnyei kapcsán a kényelmet többen is kihangsúlyozták. Kártyánkat mobiltelefonos applikációkkal is össze tudjuk kötni, sokak számára ez is előnyt jelent. Az, hogy nem kell izgulni, hogy elveszítem, bár az is meg lehet, de a telefonon rajta van az app és a kártya is, szóval ha elveszítem még a kártyát is, akkor a telefonon rajta van. Van olyan, aki a higiéniai szempontokat is szem előtt tartja. Nem piszkos. Mert ki tudja, hogy egy fűnyíró, egy sertésgondozó tartotta a zsebébe a papírpénzt, én azzal nem szeretnék kenyeret fizetni. Akad, aki úgy véli, hogy tudatosabban tud gazdálkodni, ha készpénzt használ. Én amúgy bankkártyát szoktam használni alapvetően, már odaérkezik a fizetésem, de jobban szeretem egyébként a készpénzes verziót egyébként, mert egyébként szerintem jobban be tudom úgy osztani a pénzemet, hogy látom, hogy mennyit költök. Igazából ennyi, és szerintem a bankkártyán annyira nem érzi az ember a költésnek a súlyát.
A készpénz használatot támogatók gyakran felhozzák érvként az adatvédelmet is. Ők biztosak akarnak lenni abban, hogy személyes információikat véletlen se fogják felhasználni más célokra. Visnyei Judit 24 éve dolgozik a Dombóvári plébánia tagjaként. Június 15-én Dulánszky Nándor díjjal ismerték el munkáját a Pécsi Székesegyházban. A Városi Egyházmegye eseményén a katekéták közösen adtak hálát az elmúlt tanév kegyelmeiért. Te Deum Szentmisén köszöntötték az idén nyugdíjba vonulókat, valamint átadták a hitoktatói életpályaszolgálat elismerésére alapított jutalmat. Tette közzé a pécsiegyházmegye.hu weboldal. Javában tart a megyszezon, a szélsőséges tavaszi időjárás miatt azonban az előző évek átlagánál kevesebb termés várható. Az alacsonyabb hozamok ugyanakkor nem csak a magyarországi ültetvényekre jellemzőek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet várakozásai szerint a magyar megy idén kedvező pozícióba kerülhet az európai piacon. A Szekszárdi Sportközpont atlétái remekeltek a Székesfehérváron megrendezett U18-as magyar bajnokságon. A középtávfutók két ezüstéremmel zárták a versenyt. Vég Zsombor a 2000 méteres akadályfutás számában lett második, eredménye pedig egyéni csúcs, és ezzel teljesítette az Európa-bajnokság kvalifikációs szintjét. Mészáros Milla 7:39.72-es idővel ért be az első helyezett után, ő 5 másodpercet faragott le az eddigi rekordjából. Letették az alapkövét a Tolna Mözsön felépülő futsalcsarnoknak. A város eredményei kiemelkedőek a sportágban, hasznukra válik majd a beruházás. Simon Ferenc elmondta, már régóta vártak ennek a csarnoknak a megépítésére. Hiányzott mindaddig, amíg Tolnán a teremsport olyan mértékű volt minden tekintetben, hogy harcoltunk a terembeosztásért. Akkor úgy megfogalmazott bennünk, hogy milyen jó lenne egy saját csarnok, de nyilván erről még álmodni se merhetünk. Az, hogy ebből most valóság lehet, ez 2 éve indult el, amikor a Magyar Labdarúgó Szövetség futszál szakág vezetőjével a női futszal dolgait tárgyaltuk ki, és akkor említette meg, hogy az MLS-nek ez a projektje rövidesen elindul. Akkor még csak érdeklődve kérdeztem, hogy milyen esélye lett ilyenre pályázni, és végül is megvalósíthatónak találták. Weber Viktor, a projekt szakmai tanácsadója tájékoztatott minket az épülettel kapcsolatos részletekről. Ez 1250 négyzetméteres sportpálya fog megszületni, sportcsarnok. Ez egy modern vasbeton szerkezetből összerakott épületegyüttes lelátóval és sportpadlóval. Igyekeztünk a mai kornak megfelelően mindenfajta környezettudatos elemet is beépíteni, tehát hőszivattyús és napelemes rendszer is el fogjuk látni a csarnokot. Appelszoffer Ágnes, a város polgármestere szerint a tolnaiak életében meghatározó a sport. Számos területen jeleskednek. Sok sportlétesítmény van a városban, de nem elég. Tehát mindig, amikor valami új épül, akkor mindig az is megtelik élettel és megtelik sportolókkal. Ugye régen volt a két klasszikusan nagy sportcsarnok, volt a Városi Sportcsarnok és a Lehel utcai sportcsarnok, illetve volt az asztali teniszezők, vagy az asztali teniszezők használták a sportcégházat, és ez mind-mind kevésnek bizonyult. És aztán megépült az úszoda, ami szintén élettel telt meg, és nagyon sokan járnak úszni, és épült sportpálya a gimnázium udvarán, és az is tele van. A fiatalabb és a felnőtt generáció is izgatottan várja már a megálmodott épületet. Reményeik szerint a következő verseny évadra a felkészülés már ott fog zajlani. A dombóvári Pap József magáénak tudhat 4 magyar bajnoki címet és 3 csapat VB elsőséget. Most Bulgáriában nyert egyéni aranyat világbajnokságon, amivel megkoronázta pályafutását. Több mint 40 éve horgászik sportszerűen. Az üzemanyagárak a szomszédok átlagai alatt maradtak, a kormány pedig továbbra is folyamatosan nyomon követi ezek alakulását. Erősítette meg pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A Központi Statisztikai Hivatal közzétett adatai szerint Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin 595 forint volt, azaz 14 forinttal olcsóbb, mint a közeli országokban tapasztalt 609 forintos norma.
A dízel üzemanyag heti középértéke Magyarországon 607 forint volt, ami 1 forinttal került kevesebbe, mint a szomszédoké. A nyári tanítási szünet előtt 5 héttel május közepén elindult a MÁVSTART előszezoni menetrendje. Már ez idő alatt is gyakoribb vonatközlekedéssel, kerékpárszállítási lehetőségek bővítésével segítették a tópartok megközelítését. Június 22-től a főszezontól a jelenleginél is több vonatot, IC-kocsit és motorvonatot állítanak forgalommal, ezáltal még több férőhely áll majd az utasok rendelkezésére. A népszerű turisztikai úti célokat sűrűbb közlekedéssel kiszolgáló menetrend szeptember 1-ig lesz érvényben, azt követően pedig utószezoni menetrend lesz 22-éig. A Tolnai Vosinszky Mór általános iskola 2 pedagógusától köszönt el a 2024-es tanév végén, Boda Zoltánnétól és Katzenberger Jánosnétól. A búcsúzás alkalmából a tanulók a tantestülettel közösen meglepetés produkcióval készültek. Az intézmény előtt az utcán egy flashmobot adtak elő. A tanárok elérzékenyültek a nem várt műsortól. Mikor először bejöttem a tantestületi értekezletre, úgy, ahogy elhangzott a búcsú szövegbe, vagy a köszöntőbe, valóban szűk volt minden, és feszült, és tele izgalommal, tervekkel, hogy lesz. És kezdetben napközisként, majd kémiát tanítva folytattam a pályámat. És már nagyon készül az ember a nyugdíjra, amikor már tudja, hogy bekövetkezik, de mégis nehéz. 50 éves jubileumát ünnepli idén a kultikus Gemenc nagydíj. A Nemzetközi Országúti Kerékpárverseny 1975 óta Tolna vármegye egyik legrangosabb sporteseménye. Ennek történetét a Szekszárdi Vosinszky Mór Múzeum Gemenc 50 fél évszázad két keréken című időszaki kiállításán mutatta be. Ezek a tárgyak és relikviák foglalják össze a Gemenc nagydíj kerékpáros verseny fél évszázados történetét a Szekszárdi Vosinszky Mór Múzeumban. Azt, hogy hogyan született ez a nagydíj, hogyan jött a gondolat, hogyan hozták létre, kik voltak az alapítók, és a legendás bajnokoknak is emléket állít ez a kiállítás. A szekszárdi versenyzők relikviái mind kikerültek a kiállításban. A kiállítás kurátora elmondta, hogy egy ilyen meghatározó, 5 évtizede működő sporteseménynek mindenképp emléket szerettek volna állítani. Egy ilyen kisváros, mint Szekszárd történetében egy 50 éves időintervallum egy jelentős dolog. Jelentős az, hogy egy sportesemény életben tudott maradni a nehézségek ellenére, mert voltak nehezebb időszakok, de mégis életben maradt, mert a szekszárdi közönség szeretettel éltette ezt a versenyt, és azért gondoltuk úgy, hogy megérdemel egy ilyen kiállítást, megérdemel egy megemlékezést. A tárlaton bemutatott tárgyak, dokumentumok és fényképek jelentős része Szabó Kovács János tulajdonát képzik, aki az elmúlt évtizedek során kitartóan gyűjtötte a Gemenc nagydíj relikviáit, hogy méltó módon megőrizhesse azokat az utókornak. Az első alkalommal, hogy ez spartakiákként indult ez a verseny, és akkor második évben ugye a megalkotói, név szerint szeretném őket megemlíteni őket. Pálinkás István, a Spartakus Sportkör elnöke, Brodics Béla, az országos Spartakus Sportkörnek a vezetője, Petics József, még ma is élő, és Nádár Konrád, aki remélem mai napon is találkozunk velük. Ódor János Gábor igazgató is méltatta a nagymúltú rendezvényt, valamint azokat, akik a kiállítás megrendezéséhez hozzájárultak. Ez a tárlat egy 50 esztendős és Szekszárd közéletét is erőteljesen meghatározó sporteseményének próbál emléket állítani. Minden bizonnyal sokan tudják, hogy 50. alkalommal kerül megrendezésre most július 12-13-án, a Gemenc nagydíj, és hát ez az 50 évhez kötelez nem csak a szervezőket, hanem Szekszárd múltjával foglalkozó intézményeket is. Berlinger Attila, Szekszárd újonnan megválasztott polgármestere is köszöntőt mondott. Mint fogalmazott, sok emlék fűzi őt is ehhez a versenyhez. Annak idején még hölgyészi kisgyermekként én azt gondolom, ez volt a nyár fő eseménye, az a kritérium verseny, ami áthaladt a 70-es évektől kezdve Tolna megye számos településén. A számunkra, a gyerekeknek és az ott lévő
közönségnek is egy óriási eseményt jelentett. Ahogy jöttek a porfelhő lovagok és elképesztő sebességgel szelték a főutcát. Az 50 éves ikonikus sportesemény tárlata átfogóan mutatta be a verseny elmúlt fél évszázadát. A régió híreivel folytatjuk. Esőkertek és villámárvizek. A védekezés lehetőségét vizsgálják a Pécsi Egyetemen. Folyamatos itatás az állatok védelmében. Az állatotthon lakóit fürdetik, fokozottan itatják a hőségben. Könyvhét. Kortárs írókkal találkozhatott a közönség. Esőkertek kialakításával védekeznének a villámárvizek ellen. Ezt a megoldást vizsgálják a Pécsi Egyetemen. Egyre gyakoribbak térségünkben is a villámárvizek, amelyek heves esőzések során alakulnak ki. A hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékot a város csatorna rendszere és a zöld felületek nem képesek elvezetni, így az esővíz elárasztja az utcákat, ezáltal jelentős károkat okozva. Pécs a domborzati viszonyai miatt kifejezetten veszélyeztetett. Villámárvizek Pécsen, ezeken az amatőr felvételeken a lezúduló nagy mennyiségű csapadék folyóvá változtatta például a Petőfi utcát. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot a város csatorna rendszere és a zöld felületek nem képesek elvezetni. Így a víz károkat okozhat az utcákon, az épületekben. Ez már a Pécsi Egyetem ifjúság úti telephelyén készülő esőkert. Ezek telepítése lehet megoldás a villámárvizek ellen, illetve a csapadék hasznosítására. Infrastruktúrális megoldás arra, hogy a beszivárgást erősítsük a lefolyás ellenébe, illetve a felszíneti víztározást is domináljuk. Ugye a projektnek a neve az, hogy Sponge City, ami magyarra fordítva az, hogy szivacsváros. Tehát ez burkoltan vagy közvetve arra utal, hogy víz visszatartás lenne a lényeg, és nem a lefolyás. Tehát ha a csapadék lehullik, akkor két lehetősége van, vagy lefolyik a felszínen, vagy beszivárog a felszín alá. Nyilván azzal, hogy hosszabbak lesznek az aszályos periódusok, a talajban történő víz visszatartás is nagyon-nagyon fontos. Ezekkel a medencékkel most azt vizsgálják, hogy milyen föld-homok keverék arány az ideális az esőkertek kialakításához. Nyilván a növényeknek szüksége van talajra, vagy mondjuk azt, hogy itt virágföld vagy kerti földről van szó. A homok viszont a nagyobb szemcseméret miatt a beszivárgást erősíti. Ennek az optimális arányát próbáljuk megtalálni. Tehát ne legyen túl sok homok, mert akkor a növényeknek ugye nem lesz jó, a növények szépen ugye akkor elpusztulnak, pláne hogyha ami hosszabb száraz periódus van. Tehát viszont akkor, hogyha kevesebb benne a homok, akkor meg a beszivárgást csökkentjük, és akkor ugye a lefolyás fog növekedni. A kialakított medencékben most azt mérik, hogyan hatnak a különböző tényezők ezekre a folyamatokra. Ilyen például a párolgás, a vízmennyiség, a talaj szemcsemérete, a meteorológiai körülmények. Az egyetemi docens azt mondja, minél több esőkert telepítése és minél kevesebb beton vagy szilárd burkolat építése lenne jó Pécsen. Itt az kéne, hogy minél kevesebb vízáró réteg, és minnél több, ami permeábilis, tehát vízáteresztő, természetes felszín vagy talajfelszín, és minél több zöld felület. A zöld felület nem csak arra jó, hogy késlelteti a lefolyást, hőmérséklet, ugye, csökkentő hatása van, tehát úgy értem, hogy ez a városi hősziget effektust csökkenti, és nyilván esztétikai előnye hatása is van. Jelenleg Pécs területének 37%-a betonnal vagy vízzáró burkolattal van fedve, ami nagyon magas arány. Ehhez jön még a domborzati adottság, így nem meglepő, hogy villámárvizek alakulnak ki a városban, a szakember szerint. Erre és a csapadékvizek hasznosítására lenne megoldás az esőkertek kialakítása. Az egyetemen 2026-ig vizsgálják ezek kialakítását, a programban 12 ország szakembereivel működnek közre. A hőségben különösen fontos, hogy házi kedvenceinkre, haszonállatainkra fokozottan ügyeljünk. Óvjuk őket a tűző naptól, és folyamatosan biztosítsunk számukra friss ivóvizet.
a fürdetés is hasznos lehet. Pécs-Somogyban a Misina Természet és Állatvédő Egyesületnél is fokozott gondot fordítanak az állatok szervezetének, környezetüknek hűtésére és minden téren való védelmére. A hőségben különösen fontos, hogy házi kedvenceinkre, haszonállatainkra fokozottan ügyeljünk. Óvjuk őket a tűzőnaptól, és folyamatosan biztosítsunk számukra friss ivóvizet. A tartós meleg nem csak az emberek, hanem az állatok szervezetét is megviseli, például a kutyák is kaphatnak hőgutát. A Misina Természet és Állatvédő Egyesületnél ott jártunkkor éppen egy lovat fürdettek. Lentről felfele szoktuk kezdeni a fürdetést, először a lábait locsolom le, utána megyek a farára, és utána a nyakához, és úgy haladok utána a háta oldala felé. Most fontos, hogy ne legyen annyira nagyon hideg ez a víz, de télen, vagy nyáron igazából ettől az átlagos víztől nem lesz semmi gondjuk. Hogyha valamelyik ló beteg, tehát kehes, egyéb gondja van, azt nem szoktam telibe spriccelni, meg ilyenkor is azért igyekszem egy kicsit eloszlatni a vizet. Ha nem, akkor azokat csak táborról mosdatjuk, hogy ne kapjon hirtelen nagy hideget a szervezete. A Pécs-Somogyi Állatotthonban fokozott figyelmet fordítanak az állatok szervezetének, környezetüknek hűtésére. Ha megnézzük a különböző típusú állatokat, akkor azt kell mondjuk, hogy vízre mindegyiknek szükségük van. Természetesen különböző formában, különböző minőségben, tehát mondjuk addig, amíg egy lovat lefürdetünk, és ott is nagyon fontos, hogy fürdetjük le, hiszen egy felhevült állatot, ugyanúgy, mint egy felhevült embert, nem rögtön hideg vízzel nyakon öntünk, mert többet állatunk, mint amennyit használunk. Az sem mindegy egyébként, hogy mondjuk egy kutyát hogy fürdetünk le. A kutyánál sem célszerű az, hogyha egy felhevült állatot rögtön bedobunk egy hideg vízbe, vagy én azt sem tartom túl célszerűnek, amikor egy kutyát elviszünk sétáltatni, és beviszünk rögtön egy patakba. Sajnos azt kell mondjuk, hogy olyan éléskörök jelentek ma már meg, és a mai vizeink sem olyan tiszták már, hogy akár ne jelentsen problémát. Tehát én mindenképpen az ellenőrzött körülményeket javaslom, a fokozatosság elve itt is érvényesüljön. Lassan, kíméletesen, a végtagoknál kezdve. Kutyák esetében a hátrészt is a fürdetés elején kell kezdeni. A madarak is szenvednek a hőségben, nekik fürdővizet is kell biztosítani, tette hozzá Farkas Tamás, az egyesület elnöke. Az alapvető az a friss víz. Másrészt, ami nagyon fontos, ne ijedjünk meg attól, hogy az állatunk nem fog annyit enni melegbe. Tehát ugyanaz az igazság, mint ami az embernél. Tehát azt gondolom, hogy általában az emberben a 38 fokos hőségben nem elsősorban mondjuk egy csülkös bablevest fog megkívánni, mert lehet, hogy vannak olyanok, akik ezt teszik, hanem inkább a könnyebb ételeket, kevesebbet teszünk ilyenkor. Ez ugyanúgy az állatra is igaz. Tehát kevesebbet teszik, viszont ezek az ételek, ezek legyenek nezdúsabbak. Külön szeretném felhívni arra a figyelmet, amikor tápaletetünk, a táp az egy száraz eledel, ami egyébként víz hatásával nagyon meg tud duzzadni. Ilyenkor a nyári időszakokban még több vizet kell biztosítani, mert hogy maga az étkezés és a tápos étkezés is többet elvisz. A legfontosabb, mint számos egyéb esetben a megelőzés, azaz a megfelelő körülmények biztosítása állataink számára. És még egy nagyon fontos dolog, a nyári forróságban, zárt autóban véletlenül se hagyjuk kedvencünket, még 5 percre sem. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése idén 95. alkalommal rendezte meg a kortárs magyar irodalom legnagyobb eseményét, az ünnepi könyvhetet. Kaposváron a Takács Gyula könyvtárban is könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal készültek. Az a kéz, mint a karmai lennének, fekete, tiszta fekete a bőre, még a körmök is azok, a vér csapdába esett ott, ahol a kötél belevágott a húsba, hogy aztán fölhúzzák a testét. A közel 100 évre visszatekintő könyvhét céljai az évszázad alatt nem változtak. A kortárs magyar irodalom népszerűsítése ma is a fő célja a háromnapos rendezvénysorozatnak. Azt vettük észre, hogy vidéken már nem szívesen települnek ki a könyvesboltok, hiszen itt városunkban is már csak néhány könyvesbolt van, nincs arra kapacitásuk, hogy itt áruljanak. Aki szeretne könyvet, az bemegy a boltba, és bejön hozzánk ki kölcsönözni is. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy inkább kortárs írókat hívunk, akikre kíváncsi a közönség, látjuk a kölcsönzéseinkből, hogy kik népszerűbbek.
A könyvhét egyik vendége Szlavicsek Judit, kaposvári gyökerekkel rendelkező krimiíró, aki többek között pályája indulásáról is beszélt a közönségnek. Ez egy ilyen masszív, komoly életközépi válságból indult, amit szerintem nagyon sokan, vagy hát elég sokan megélünk. Amikor úgy átgondoltam, hogy mindaz, amit eddig így elértem az életben, az körülbelül láttam, hogy hova fog kifutni, és hogy ez kb. Már nem annyira érdekel. Ezek ilyen nagy felismerések, most az ember egy csomó mindent átgondol, és aztán nálam egy ilyen nagyon erős váltás volt, egy nagyon hirtelen váltás volt, és úgy gondoltam, hogy akkor most mindennek vége, amit eddig csináltam, és ezt teljesen tudatosan csináltam, és aztán 4 éve kezdtem el komolyabban foglalkozni csak az írással, és annyira szerencsésen jöttek ki a dolgok, hogy ebben nagyon hamar első könyv lett, és aztán utána kiadót váltottam, úgyhogy én igazából már a második könyv óta a Libri kiadónál vagyok, ami szakmailag is egy nagyon nagy, hát presztízs is, meg nagyon jó szakmai műhely, tehát nagyon-nagyon sok teret ad nekem, úgyhogy, és már az 5. könyvemen dolgozom, úgyhogy igazából ilyen nagyon beindulós ez a történet most. Az olvasás informált, szórakoztat, tájékozottabbá és kreatívabbá tesz. Mégis egyre kevesebben vesznek könyvet a kezükbe. Erre hívta fel a figyelmet a 95. ünnepi könyvhét a Takács Gyula könyvtárban. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Hőségriadó. Intézkedéseket vezettek be Szekszárdon. Készpénz és bankkártya. Mik az előnyök és a hátrányok? Új Tolna és sportépület. Puccárcsarnok alapkövét tették le. Gemenc 50. A kerékpárverseny történetét mutatta be a Szekszárdi Vosinszki Mór Múzeum kiállítása. Szombaton a nap folyamán várhatóan egy gyenge hidegfront éri el országunk térségét. A napsütést időnként és helyenként magasra törő gomoly felhőzet zavarhatja meg, melyekből helyi záporok alakulhatnak ki. Szorványosan eshet majd, összességében kevés helyet érintően. Vasárnap is az északi áramlás marad jellemző. Árnyalatnyi délkeleten is csökken a maximum hőmérséklet, de mivel így is bőven 30 fok fölé várható, ez jelentős megkönnyebbülést még nem hoz a hőségtől szenvedőknek. A jövő hét első napjaiban mérséklődik ugyan még pár fokot a nappali felmelegedés, de elsősorban a déli ország részben kitarthat a gyakran 30 fok feletti hőség. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, viszontlátásra!